az első bál alatt, vagy bál szervezésekor azt határoztuk el, hogy egy kicsit színesebbé tesszük, és nem olyan igazi batyus bált csinálunk, hanem megköszönjük a szülőknek kezdettől fog, hogy támogatnak minket, és eljönnek a bálra. És úgy gondoltuk, hogy egy kis műsorral színesítjük a báli forgatagot. Ez a báli műsor három apró részből áll, egy kis énekműsorból, utána egy mesét átulunk, majd pedig egy tánc koreográfiát táncolunk, ami minden évben más. Ez hatalmas munka előzi meg, ebben mindenki részt vesz, természetesen minden egyes területnek van egy olyan vezetője, aki koordinálja ezt a munkát, de mind a dadusok a szervezésben, mind pedig a kollégák a műsor összeállításában tevékenyen részt vesznek. Idén a választott mese a Jancsi és Juliska volt. Rendhagyó módon az óvónők feldolgozásában helyet kapott a két gyerek szülője is, akik házassága a hosszú évek alatt kissé megkopott. A mese az már akkor, amikor jóformán vége egy bálnak, már a másik mesének a témáját próbáljuk megírni. Mivel, hogy óvónők vagyunk, mi a mese világában élünk is, már amikor mesélünk a gyerekeknek, mindig azon gondolkodunk, hogy vajon fel lehet-e használni azt a mesét a következő alkalomra. És bizony, amikor jönnek ezek az ötletrohamok, és megbeszéljük, hogy kinek milyen az ötlete, hát nagy nevetés és vidámság közepette zajlanak a próbák és az előkészletek, de bizony van olyan, amikor nagyon-nagyon meg kell ahhoz szenvednünk, hogy egy-egy poén a helyére kerüljön. Akár a rendes mesében a két gyerek itt is elindult szerencsét próbálni, meg is találták a mézes kalács házat, és ekkor megérkezett a banya, aztán meg átváltozott egy belavaló csajszivá, és végül lelépett Jancsival. Rendeztük meg. Harmadik alkalommal a sportcsarnokban, mert olyan nagy az érdeklődés, és ezért ide kellett átköltöznünk a művelődési házba. A gyerekek kirándultatására és játékok kicserélésére, vásárlására fordítjuk a bevételt. Elsősorban a szülőket várják ide, és nyilván nekik szerepelnek az óvónők, és hát ezért támogatást várnak, amit nagyon szívesen ad mindenki, hiszen tudjuk, hogy jó cél a játékokra, fejlesztőeszközökre fordítják ezt a bevételt. Mennyire volt megelégedve a mai műsornak a színvonalával, hogy tetszett az előadás? Minden évben okoznak meglepetést, és hát most már nehéz minden éjjel újat nyújtani, de kiváló volt ez a mai is, nagyon tetszett. Eltett a bejjel, mutatok én nektek olyan, hogy tátva marad a hátok. Gyere, Jancsi, én megnézem belülről. Hát, ha jól veszem, kívülről. Nem nyaltál még eleget? Fene a nagy beledet, hisz rád ragadnak a legyek. Na gyertek, gyertek, csak befele. Na, Jancsi, gyere. Itt a ketrecen láttál bele. Egész nap étkezhet. Itt aztán már büntetlenül vétkezhet. Aranyszíve! Január óta dolgoznak az óvónők ezen a műsoron, esténként, műszak után, és az utolsó héten minden nap itt voltunk a csarnokba próbálni, és a nagy munka az, hogy ezt a sportcsarnokot berendezzük báli teremmé, az a szülők segítségével.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy gondolom ez a munka, ez mindig a szülők támogatásával történik. Mi az, amiben ők veszik ki a részüket? Hát a kétkezi munkába, asztalok cipelkedésébe, szőnyeg idehozásába, asztalok, székek és a többi a mi munkánk, hogy egy kicsit ilyenné varázsoljuk a termet. Kedvecemből előbb-utóbb kiszabadulok, a banyának hát sójába jól belerugok. Jaj, börtönömnek mélyén erről álmodom. Miként teszem? Na, ezt még nem tudom. Szülői munkaközösség képviselőjeként a legnagyobb elismerésemet szeretném kifejezni. A 11. éve tartandó elmaradhatatlan jótékonysági bál szervezésében helyszíni berendezések munkálatainak rakodásban, szállításban résztvevőknek. A magam nevében pedig szeretném megköszönni a szülők, óvodai személyzet megbízását arra, hogy személyesen is tudok tenni azért, hogy ebben a kis közösségben elődöm példáját követve tevékenykedhetem. Szülők, nagyszülők nevében szeretném ezt a példátlan összefogást, kitartó munkát, amit az óvoda dolgozói, gyermekeink és unokáik érdekében gyakran szabadidejük rovására díjazást nem várva tesznek. Te Jancsi, de szép vidék a Duna-Tisza köze, bóhamentes lett a lábam köze. Add ide a kezedet! Aztán majd teljes lesz az élvezet. És egyik alkalommal vagyok itt, és tényleg nincs párja, ez olyan családias az egész. Az óvónők is nagyon aranyosak. Szóval az egész társaság mindegyik. Hogy tetszik a műsor? Fergeteges hangulatot teremtettek itt, ahogyan én láttam. Az ön véleménye mi erről? Nagyon jó, és minden évben mást adnak elő a hölgyek. Énekelnek, táncolnak, szóval egyszerűen csodálatos. Önnek melyik műsorszám a kedvence? Nekem mindegyik. Mindegyik. Én nagyon szeretem, ha énekelnek is a kórussal, meg amikor bohózatot adnak el. Nagyon csodálatosan csinálják. Nagyon szeretik a gyerekeket, és ugyanúgy a szülőket is, és sokszor rendeznek olyan programokat, ahol mi nagymamák is részt veszünk velük együtt bent az óvodába, és tényleg nagyon jól megtanítják mindenre. Már mi nálunk babám, az jött a szokásba, átírjuk a mesét, szálljunk íze szerint az évenkénti bálra. Öten most itt állunk, a tapsotokra és ahogy a taps is bizonyította, hogy fergeteges hangulatba telt, és remélem ezek után is telik a bál, és az elmúlt 11 év is azt bizonyította, hogy évről évre több a látogatónk, a szülők nem csak azért jönnek, hogy anyagilag támogassanak minket, hanem kíváncsiak arra, úgymond színvonalas műsorra, ami egy egyedi, úgy gondolom, itt ebben a megyében, mert én nem nagyon tudok arról, hogy más óvoda is ilyen magas színvonalon csinálna az ilyen jótékonysági bált.